miben. Akkor... Azt hittem nagyobbat. A tegnapi nap folyamán már voltunk kint, akkor sikerült egy 20 darab pontyot fogni. És azt ígértem nektek, hogy a következő filmben, ami most van, már konkrét csalikkal, meg csalőtletekkel jövünk, hiszen még nem találtuk meg, hogy mi a jó. Viszont most már mondhatom, hogy megérkeztünk. De erről ma mondok szót később. Ott vannak már a bemutatásra váró csalik. Aha, ott a másik. Aha. Szedjed ki. Várjál, várjál. Aha. Na jó, hogy nem már két bottal hülyéskedsz. Elbírsz menni a szákkel mindjárt? Nem, sajnos az én már nem. De mint ha visszajönne, nem akarom, hogy felé-felé menjen. Lehet, hogy idének eszegek meg kárászok nem esznek, mert nem fogunk. Nem nagyon voltak. Akkor lehet, hogy omú se lesz idén. Tényleg. Tegnap mennyit? Tegnap? Tavaly mennyit fogtunk? Amúrból vagy 20-at? Nem, hogy lükdösik a búját. Ja, látom. Ferének a búját, lükdösem. De ha nem öszi meg a csaliját, mi? Valamikor nem eszi meg. Kicsi az is. Azért nem olyan könnyű filmezni, mert mind a négy boton egyszerre van kapás. És mind a négy boton van egyszerre hal. Vagy egy éjszakáig meg. Ez a bojlit nem úgy össze elmegy nappal, mint ez. Hát azért... Négyes horog, meg a vajsavananász, és ilyen kis pontot fogok vele. Szoktunk a faterra ilyen versenyeket rendezni, de most éppen 4-4 az állás.
De akkor még döntetlen. Még döntetlen, de én majd rád verek. Bizsoda. Ez most jó lett. Én kíváncsi leszek, hogy mennyire marad rajta. Ui! Elhajított odám. Most, hogy elérkeztünk egy új részhez, mutatok nektek egy etetőanyag alternatívát, bár mondjuk szerintem ennek már nincs itt az ideje, hiszen szinte már csak a nyári csalikat húzza. Viszont ez nem jelenti azt, hogy etetőanyagot ne használhatnánk olyat, ami úgymond ilyen gyümölcsös alapú, vagy édes alapú. Viszont most szándékosan azt fogom tenni, hogy rostára teszem. Leszitálom. Ezeket a nagy darabos szemcséket kiveszem belőle. És átöntöm ebbe a tárolóba, és a végén majd, amikor bekeveltem a szedett anyagot, akkor rakom hozzá. Szándékosan nem hagytam rajta, vagy magában benne az etetőanyagban ez a nagy szemcsét, hiszen azt nehéz lenne áttörni rostán. Így a végén hozzáadva majd könnyebb ezt csak hozzákeverni a homogén etetőanyaghoz. Baraszatkán én nem tulajdonítok neki akkora nagy szerepet, hogy nagyon homogén legyen, hiszen itt minél darabosabb, annál jobb. Szép piros színe van ennek az etetőanyagnak. Nagyon jó illata. Ilyen erdély gyümölcsös inkább, mint sem epres. Ez pedig kicsit folyós állagú lett, szóval most ledöngölöm. És hagyom, hogy egy picit megszívja magát. Most, hogy így belemostam a kezem ebbe, ilyen epergyokurtas szín lett. Tudod, hogy ilyen csíkot húz a vízben is. Na, egy kicsit várok vele. Megkeveltem a kaját. Átveszed a vezetést. Na, kapásom van mindjárt. Na. Mi az, hogy na? Jónak tűnik. Azt mondtad az előbb, hogy nem lett meg, aztán csak jött befelé. Jött befele. Összeszedte az egyik botodat. Én? Az egyik nagyon elment jobbra, aztán mondom, ne jöjjön rá menjen a botjaidra. Azt hiszem. Jó erősek. Hát vagy nagyok. Már amelyik. Igen, bemegy a móló alá. Itt van előttünk. Nem olyan nagy egyébként, csak erősek. Ó, nem is rossz. Hát, nem rossz ez. Várjá. Nem rossz ez. Látod megint a pukit? Hozd ide a matracot. Az igen. Szép. Tudod, Feri, így kell horgászni. Szerintem csak neki egy ide ott a lépcsőn. Azért jött ide, hogy tanuljál. 3.30. Tökéletes. Ha már én ügyes voltál. Ügyes voltam. Ha. Hopp. Jó, hagyd, hagyd. Na, ez már szép. Az nagyon zurán elment, hé. Tekerjed.
Csak ne erőtesd, mert rápattan a vékony zsinór. Nem akarom. Ú, ez nagyon zurán elment, hé. Jó, ide elment. Óvatosan. Óvatosan azért, óvatosan. Fú, de zurán elment, hallod. Azt a... jó, de csúnyán elment. Szedd vissza, szedd vissza, szedd vissza. Lassan, próbálom ügyesen. Szedd vissza, szedd vissza, szedd vissza, szedd vissza. Hú. Megkikötte. Tudod, mire körülök ilyenkor? Hogy a kosár megmarad. Ez nagyon zurán elment, hé. Nem tudok vele mit csinálni. Hát az én halam most oda ment, de a fater átvette a vezetést. Átvettem a vezetést, miért? Aha, hát mert 5-4. Jó. Vissza kell dobnom azonnal. Ez már 9 hal. Most fordult ott a ponty. Sikerült pont rádobni. Na, ha ezt nem húzz el, akkor semmit. Neked? Hú, te. Hát, végre. Már megint egyenlő volt, ötötte. Aztán már megint kapásod van. Hogy merészeled? Ha? A szákot meg vizesen rakjuk be a kocsiba, ugye? Miért? Hát azért, mert állandóan vizes. Az állandóan vizes. Az utolsó halig. Ez a izé. Vajsov kagyló. Vajsabból minden jó. Vajsav kagyló. Ahogy ne. Látod, ott van a szájad. Aha. Ezt tette meg, látod? Érdekes, hogy már melegszik a víz, és ezek a vajsavas dolgok ezek működnek elég szépen, látod? Hát, mint az eper, vagy a tintahal, vagy a kárpix. Sokkal hamarabb elkezdtek működni. Egyszer működött a csoki narancs, is emlékszel. Hát igen, az hidegebb vízben nagyon jó egyébként. Egyszer, csak... aztán már nem is nagyon bírtunk vele fogni. Ja. Változik a halak ízlése. Na, te visszaengedted az én halamat, én visszaengedem a te haladat. Jó. Érdekes, látod fel, hogy most nincsen szél, meg semmi, nem is úgy húzza. Az idő, hogy rámerjünk a fatárba. Na, normális. Kikapta. Nem kellett volna a fejedet megverni. Ugye? Ugye? Na azért. Lerostálnám az edett anyagot, hogyha nem lenne állandóan kapás. Csak hát, de erről beszélek. Nézd, ott van az őszapó, nézd már, de aranyosak. Mennyi? Nézd már, mennyi madár. De figyelj, mire ezt visszaengeded, mert nekem lesz kapásom, és azért nem bírok egy anyagot rostálni. Én már biztos, hogy bírok majd dobni. Na, jó van, gyere, rakjad vissza azonnal, mert... Ki tud menni? Látod? Ha? Na. Tulajdonképpen, amit most látni fogtak, az az lesz, hogy mekkora felhőt csinál a vízben, mikor csobban a kosár a víz tetején. Ez a etetőanyagos kezemet megmostam ebben a vízben.
Hát valami ilyesmit. És ez pedig lehúzza a halat a fenékre, ahol ott várja a csalink. Nagyon régóta megvan amúgy ez a doboz már. Nézd már! Kicsit megtoningoljuk a csalit, pontosabban az ötletanyagot. A saját kis muttyomat. A saját muttyadat. A saját muttyomat. Jó kis ilyen. Ha már leszi az ananászt, vajsavat is, akkor adunk neki. Érted? Jó, értem. Gyad le! Gyorsan áttörjem ezt. Jó, ez összetett anyag egyébként, mert nem olyan, mint a... Hát találkoztam már pár olyannal, amit volt, amit 10 percig kellett rostáljak, mert egyszerűen nem akart átmenni a rostán. Ez még szépen át simul rajta. Sőt, még így szitálni is lehet. Nyilván ez egy metal mixnek van földcímkézve, de nincsen ráírva, hogy boldás kosárba tölteni nem lehet. Sőt, remek felhasználási módja. És most, hogy megkaptam ezt a homogén kaját, jöhetnek bele ezek a nagy szemcsék. Na, látod? Na, fárasztad. Ezen tudod, mi van? Na. A nagy bajsa van a nász. Igen. Működik. Nagyon működik. Igen, bedobom, aztán segítek neked. Kicsit sebesnek itt az óda lesz, lefertőtlenítjük, jó? Úgyni. Másik fele. Mindjárt fordítom. Azzal nincsen baj. Azzal nincsen semmi baj. Itt erő volt egy kicsit, látod, olyan kis fekélyes, vagy nem tudom azt. Olyan, mint a betadin antibakteriális. Aha, lefertőtlenítjük, aztán egy kicsikét úgy. Hogy menjen útjára. Rak vissza. Há, 8-6 az állás. Ú, tényleg befejezem az etett anyagot. Tulajdonképpen már csak annyi maradt hátra, hogy megkevergessem ezeket a szemeket benne. És így van darabos összetevő is. Mehet be. Nem töltök olyan nagy kosarat, hogy ne bírjam eldobni, hiszen most nagyokat kell dobni. Nem olyan kicsi a táv, és minél karcsúbb, annál jobb. Szóval lemesterkedem ügyesre. Mondjuk ilyen lesz tőle a kezem, általában én szeretem jobban zacskóba tenni az ilyen etető anyagokat. Hiszen akkor megtöltem, azt dobom is be, így nem szeretek hozzányúlni az orsókhoz, se a bothoz. Nagyon jó illata van. Egyenesen a holnak a szájába. A Balsa Verdei gyümölcsöt? Aha. Gusta. De jó néz ki! Ez nagyon jó egyvelek, hé! Ó, nézd be! Na, zoom ez befele! Sutty! Úgy! Kapásod van! Jó hal lesz! Nem. Kicsi? Igen. Jaj.
másfél kiló 80 deka. Ha összeadod, akkor 2.30-as. De szerintem nekem is kapásom lesz mindjárt, ott van a, látod? Neked is mindjárt kapásod lesz. A balos botomat, mint hogy ott... Hogy megy oldalra ez is. Igen? Beszarás lesz. Amúrt még nem is fogtunk az idén. Nem, de főkészülök rá. Nem tudom, hogy, nem tudom, azok az amúrok hol vannak. Tehát az amúr az ilyen bolond. Nézd, ott szokott összegyűlni a sok pöszme. Hát ott hát. Amikor bemegy a gyűrűn, akkor figyelj rá. Figyelek. Pedig nem is olyan nagy nem. Látod, hogy mennek ezek. Ja. Megszákolod? Meg. Mind a három boton kapás van. Jaj, jaj. Esemény. Esemény. Várja. Hozd ide a izét. Hozom. Nehéz műszak ez. Pont parti. Külön kéne egyébként, de utána nagyon össze tudjuk dobajítani a dolgokat. Fogjad, de egy szíves. Na, elengedted? Össze fogjuk gabajítani. Na, ezt visszaengedem. Szákolom a következőt. Na, 9-8, 17 darab eddig. Az is másféle vajsa, ugye? Igen. Na, azt... Nem, ez kagyló, vajsav kagyló, látod? Aha, ennyi meg vajsav ananász volt. Ugye ez? Gyere te, pöttöm! Tegnap sokkal nagyobbak voltak. Igen. És mondtam, hogy meg lesz a 21. Múltkor fogtunk 17-et, 18-at, tegnap 20-at, akkor most 21 a cél. A tuningolt kaja. Fú, de jobban elfáradok. Egy egész nap tanulásba, bármint nem fordítva. Jobban elfáradok a 2 óra horgászatba, mint annyi tanulásba. De most tényleg kisebbek jönnek, mint tegnap. Na, akkor a fater 10-8-ra vezet. Én meg kidöglöttem. Ne röhögjé! Kis vajsav. Én meg engedjem vissza dolgoztatni. Jaj, menj vissza! Szevasz! Most hát valószínűleg most már fölcsigáztunk mindenkit a 18 darab ponttyal. Hát szerintem meg lesz a 21, mit gondolsz? Még 3-at kéne fognunk egy óra alatt. Még csak 9 óra van. Ja. 6.25-kor kezdtük. Igen? Tehát 2,5 óra alatt fogtunk 18-at. Oszta. Igazából, várj csak! Ez nem teljes paletta, mert még van egy csalé, ami működik. Ez pedig még ez. Nos, itt látható az a csali mennyiség, csali arzenál, ami úgymond működik most május közepén, hát mondjuk május elején. Jelen pillanatban május 6-a van. Itt az első a tintahal barack, ez a tavaly éppen is működött. Ennek ilyen dupla színe van. Nekem ez a csali úgymond megtetszett már akkor, mikor megjelent, viszont nem bírtam hónapokig vele halat fogni. Aztán kiderült, hogy itt a szatkán működik. Hát a vajsav ananász nem hiszem, hogy be kell mutassam, hiszen nagyon sok videómban már be lett mutatva. Fogtam vele sok szép halat, meg hát mondtam is, hogy nekem ez a kedvenc ízem. Ebben van most 10 ml dumbbell, van benne 8-6, illetve ilyen golyóforma. Ezt egyébként még egy kis vajsav ananászos sprayvel befújtam. Ezzel egyébként a kosarakat szoktuk tuningolni, még hogyha nem a csalikat. Itt van még a kagyló vajsav, amit apukám próbált a nap folyamán. Bírt vele egy pár pontot fogni, viszont most érdekes, hogy ezek a kisebbek húzzák. Tegnap egy picivel több volt a nagyobb, tehát az átlagsúly az nagyobb volt. Fogtunk ketteseket, ilyen 2 fölöttieket, 2.90-es volt a legnagyobb. Viszont most apukámnak sikerült fogni egy ilyen 3.30-asat. Ennek is egy ilyen érdekes dupla színe van, csak ilyen spirál alakban van ez a tészta kinyomva, és ez ilyen potroha alakú. Tehát nem ez a dumbbell,
vagy nem ez a golyóforma, hanem ez a érdekes darázsminta. Ennek büdös illata van. De nagyon jó. Nos, itt van még ez a kettő turbo gél, amit vagy az etető anyagra szoktunk így belekeverni, vagy tuningolni, vagy csak egy csíkot húzni a kosárra. Itt van még ez a vajsavas aroma. Ez egy picit olyan édes vajsavasnak érzem, de ezt a mai nap folyamán nem nagyon használtam. Tehát ez a három volt az, vajsav, ananász, vajsav és ananász, ami úgymond működött. És még működni is fog, mert még egy kicsit maradunk, addig hátra bírunk valamit fogni. Tehát tulajdonképpen ennyivel meg lehetne oldani szerintem az egész nyarat. De biztos vagyok benne, hogy majd ősszel is működni fog. Annyi biztos, hogy három hónapig ezt a vajsav ananászt itt nem veszem le a zatkán. Látod? Ide. Csú, de szépen húzta, hallod. Ide gyönyörűen húzta, gyere. Ez már megint a atomicszes. Gyere. Látod, milyen szép kapás volt? Kiragasztotta és húzta. Még annyit elfelejtettem mondani, hogy a Sweet Fruit Metal Mix az, amit etetőanyagnak használok én. Apukám a saját titkos etetőanyagával nyomja. Ezzel etettünk a reggel. De látszik, hogy... De nézzük, milyen szépen. Tehát ez a jó, amikor működik egy csali. Pontosabban csali is, meg etetőanyag is. Tehát egyben. Láttad, hogy mit nyomtam a Sweet Fruit etetőanyagra? Hát ott van, láttál, le is van. Hát ott van, az meg is van mutatva, látod. Hát de neked mondom. Hát tudom. Nem a nézőknek, azok már tudják. Ja. Azok tudják. Akkor jó. Látod, elmondtam, szépen megengedte a hal, hogy elmondjam, hogy mi az, ami a pecázok. Hogy pecázunk pontosabban. És utána fogja magát, és majd megmutatja magát. Fogja magát, és ráakasztja magát a halomra. És megmutatja magát. Ja. Most olyan, mint hogy egy kicsit ritkultak volna a kapások. Nincs annyi. Ez 19. Hát tudom. Legyen meg már a 30 ma. Mennyi? Nagyon erősek egyébként a halak. Ne hosszátok majd, amikor itt van. A kisebbek is nagyon erősek. Mennyi? De hát elég szépen kiragasztotta és húzta. Tehát ez az igazi normális ponykapás tulajdonképpen. Nem az, amikor úgy betatyogtatja. Bár érdekes egyébként, mert jó halakat fogtunk úgy is, hogy csak ilyen totyogtatós, érdekes kapása volt neki, tudod. A totyogtatós jobb volt még. Lehet. Ez se nagy szerintem, ez is ilyen kiló körüli egyébként. Tehát nem olyan nagy. És mégis nézzük, milyen erő van benne, hogy elkezdi húzni a féket. Ellopta a nagy vajsavananászt. Na majd mindjárt várja, megszákolom. Nézd, na oda lett az utolsó nagy tornádó vajsavananászt. Vége! Jaj. Na, szép pontját fogtam ismét, de még mindig vezet. Keleti szél, ezt tudod, hogy ott kell, nem olyan jó szokott ám lenni. Kelet az merre van hátunk mögött, ugye? Hát így. Szinte pont arról. Arról kell fel a nap. Igen. Na. És egy kicsit olyan keleti szél van, ez általában azért nem jó. Na, legalább nem lesz olyan nagyon melegem. Na, itt a 20. Hopp. Hopp, nézd. Új, de. Oszta, nézd be. Jó. Ez meg a 21. Na, hogy két, nagyon jó. Feri már is fel. Tényleg? Nem az én, mert nagyon elbalozott, nézd meg. Elbalozott nagyon. Igen? Lehet, át is ment a botot fölött. Fú, nagyon teli van így zsuvával zsinórod. Sem teltek róla. Jó, értelek csak. Meg most nem bírom. Szedeget. Vigyázz, nagyon ráhúzott. Nagyon. Halad, gyere, segítek egy kicsit majd, és már nem úgy, hanem leszedni azt a dzsuváton, vagy hagyjuk egyenlőre? Hagyjuk most. Jó. Nagyon rajta van a pöhöly a sinórodon. Látom. És vigyázz a fékkel, nagyon jó. Pöszmetes, látom. Tiszta pöszmet, hallod, nagyon.
Ez a nyárfa püszmet nagyon ráragad. Nagyon ilyenkor most, főleg úgy, hogy nem is fúj a szél, csak egy kicsit lengedezik. Nem nagyon veri le a víz tetejéről. Hát a víz közt is ráakad. Hát a víz közt annyira nem, inkább ahogy szedett ki, ugye a felszínen tapad rá. Ez jó hal lesz, mi? Annak tűnik. Vigyázzon akarok a fékjel. Mi a csali most fent? Valsa van a nászva, már mi ketten. Tudod, a tüskéről leállszott egy picit. A tinta halbarack. Aha. Aztán úgy voltam vele, hogy... Mi volt ez? Alsón van, ezt látom, valsa van a nász. Tubogó. Nagy örvös galambot volt fent. Nagy örvös. Látod, hogy tele van ilyen püszmettel? Látom, látom, látom. Ez mind a nyárfa püszmet. Tudom. Ez is vajsa van a nász, csak ez a golyó formájú 8 mis, ami alul van rajta. Nézd, milyen szép. Aha. Szépen elúszott, méltóság teljesen. Jó hal volt. Szerinted ez jó hal volt? Szerinted? Szerinted? Hát... ez jó hal volt. Szerintem horgot cserélhetsz. Muszáj. Bevágott a fatár, ráhúzott egyet, az kiköpte. Szerintem négyeset rakjál már fő. Ez ráhúzott rendesen. Ekkorát. Mondtam én neked. Új, azt is most. Mondtam én neked, igen. Mondtam én neked. Hát, igen. Mondtam én neked, hát nem. Aha. Aha. Na, mindjárt meg. Új, nőj, de mindjárt meg is szákolod. Látom. Hát olyan fűlébe. Hú, megint a golyó hallod. Ja, csapkolódjuk. Sokszor szoktátok amúgy kérdezni, hogy nem unom-e ezeket a halakat. Én mindig csak annyit felelek rá, hogy sokkal jobb, mint a tanulás. Az biztos. Mint amikor itt kint a természetben horgászunk, ha nagy pontyokra, ha kicsikre. Csak hát ennyit tudok mondani. Ez ilyen fajta horgászat igazából. Lehetne bojlizni is, de sokkal kiülősebb, sokkal... Hát csak a tanulás meg a munka sokszor hát, hogyha, ha nagyobb halat akarsz fogni, az sokkal kiülősebb. Tehát ott bojlival kéne horgászni, de az, oda, ott igazából van, amikor az otkán, hogyha bojliz, akkor van, amikor egy hétig is meg se csippan a jelző. Tehát ez azért nem egy olyan egyszerű vízám. Tehát sokan azt hiszik, hogy egyszerű az atka, de nagyon nehéz víz. Tehát sok embernek beletört már a bicskája. Ez most a 23. pont. Szerintem itt lezárom a videót, hiszen más halat nem bírnánk már fogni. Ez az átlag mérete. Talán még, hogyha jön valami jobb, akkor... Mint ami az előbb kigörbítette a horgomat. Ja, ez a 23. Lehet, hogy még lesz 25, még egy fél órát maradunk. De szerintem ezzel a pontjára is búcsúzok tőletek. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok!